végre ropog a hó a talpunk alatt itt Szolnokon. Mivel a havazás eddig elkerülte a várost, ezért a város hozta ide a havat. Vendégem pedig Lics László, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató igazgatója. Üdvözlöm. Mikor és pontosan miért is döntöttek úgy, hogy ide varázsolják az igazi telet Szolnokra? Üdvözöllek titeket. Egy másfél hete kerestek meg szolnoki családok, szülők, hogy bár hideg van, itt a tél, de a hó nem nagyon akar esni, és mi lenne, hogyha ebben a kezdeményezésükben segítenénk őket. Ugye éjfél óta működik a hóágyú. Pontosan hogyan is működik ez a gép? Gondolom, hogy meg kell hozzá lenni ennek a bizonyos hőmérsékletnek. -3 fok alatt működik. Már szerdán el akartuk kezdeni a hóágyúzást a domboknak, de sajnálatosan a hidegfront egyelőre nem tör be. Most is várjuk, hogy megérkezzen ez a sarköri front. Estére már -6 fokot mond, tegnap késő este éjfél körül kezdtük el, hát egyelőre idáig jutottunk, hogyha megérkezik a hidegfront, és ez a -3 fok stabilan teljesülni fog, éjszakára -6-7 fokot is mondanak, akkor adott esetben már holnapra a szánkó domboknak egy bizonyos részét át tudjuk adni a szolnokiaknak. Azt mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy ez nem műhó. Nem, ez egy igazi vízből, technikai hónak nevezett hó, ami egy óránként 10 köbméter havat tudunk előállítani, 6 köbméter vízből. Tehát, hogyha most ezt folyamatosan tudjuk majd működtetni, és elérjük a -3 fokot, úgy gondolom, hogy gyorsan fogunk előre haladni. Most itt vagyunk a Várkonyi téren. Miért ezt a területet választották? A városban több szánkódomb is van, de a Várkonyi téri szánkódombok, itt 3 domb is van, talán a legnagyobb, így itt tud a legtöbb gyerek család szánkózni, és ez egy rendkívül jó terület, könnyen megközelíthető. Mire lesz alkalmas ez a 3 domb, ez a hófötte terület? Ugye a szánkózást azt már említette. Hát nyilván a gyerekeknek rendkívül fontos a hóemberépítés, a hógolyózás és azok a fajta téli sportok, amiket adott esetben mostanában nem nagyon tudnak elérni. Ugye láttuk az elmúlt hetekben, hogy Kékestetőn, Mátraszentimre, Eplényben milyen tömegek csoportosultak. Arra szeretnénk kérni a szolnokiakat, hogy ezen a hétvégén maradjanak itthon, és jöjjenek ki a Várkonyi téri szánkózódomra, és élvezék itthon Szolnokon a havat, illetve a telet. Azt is meg kell említeni, hogy azért lesznek olyan szabályok, amelyeket azért majd tanácsos lesz betartani. Pandémia van, egyértelmű, tehát itt is ugyanúgy be kell tartani a távolságtartás, a maszkviselés kötelező lesz. Én úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, családok, akik ide ki fognak jönni, ezeket a szabályoknak a tudatában vannak, de a kollégáink, a közterületfelügyelet is rendszeresen ki fog látogatni, és ha valakinek nincs maszkja, akkor neki ingyenesen tudnak majd tőlük kérni, tehát lesz a közterületfelügyeletnél is maszk. Lics Lászlónak köszönöm szépen. Tehát ha minden jól megy, akkor leghamarabb holnap délután lehet majd birtokba venni ezt a hófötte területet. Én azt tanácsolom, hogy ne csak a gyerekek jöjjenek majd ki ide szánkózni, hóembert építeni, vagy éppen hócsatázni, hanem a felnőttek is. Hiszen azért jó gyereknek lenni, ha csak egy kis időre is.